Szevasztok, Széltaló vagyok a Lootmastertől, ez pedig ismételten a Watcher of Realms. Azt mondja, hogy ma csak egy gyors videóval jelentkezik, utóvégre nem történt semmi extra más, csak beütött a hétvégi Bonanza Banzai. Nézzük csak, azt mondja, hogy 10-szeres esély van Viernára és Kaira. Lényegileg Vierna miatt vagyunk ma itt, utóvégre. Ő az, aki eszméletlen nagy segítséget tud nyújtani a Gear Raid 1-ben. Pláne, hogyha nincsen Lassirod, vagy Kametod, vagy akárkit, aki masszív AOE sebzést tudna okozni, mindenképpen Vierna az, aki túl fog téged húzni a legnehezebbjén, a legsűrűbbjén. Kai pedig egy iszonyat nagy crossbow-val felszerelt Archer. Én nem is tudom, hogy ezt hogy képes elhurcibálni magával, de lelke rajta. Alapjáraton 5 damage-et sebez basic attack-ban, tehát mindenképpen AOE-nak számít a sebzése. Az ultiát kézzel lőjük ki, cluster projectile lő ki a picike kis pöcögtetőjéből. A passzívja az, hogy ez a Doomsday Cluster 20% esélye rendelkezik arra, hogy egy másodikat is kilőjön, illetve a második passzívja pedig az, hogy egy bizonyos Worm Snare fog triggerelni, aki 100% damage növelést fog adni három közelben lévő, tehát föltételezem, hogy a range-ben lévő ellenfélre. Viernát föltételezem, hogy nem kell bemutatni senkinek, a kultisták legjobb mage-e is, talán az egyik legjobb mage az egész játékban. Rajtuk kívül három epic is 10-szeres szorzóra került, méghozzá Atrox, Lorel, és a jó öreg Baron, aki egy atya úristen milyen faszatank, annak ellenére, hogy csak epic. Ha emlékeztek rá, akkor rajta mutattam be a tankoknak a felszerelését, rajta és Tituson. Ezen az eventen kívül van még egy kétszerezős eventünk is, ahol a Legendariknak a drop rate-je van megnövelve, így masszív 1% esély van arra, hogy Legendarit nyissál a meglévő, vagyis az alapjáraton meglévő 0,5% helyett. Update a karácsonyi extravaganzára, 111-en tartunk, illetve itt 90-en, tehát meghaladtuk a 200-as határt, ami eleve a terven volt, és még csak december 1-e van, úgyhogy még nagyon sokat fogunk gyűjteni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fogunk nyitni a karácsonyi külön kiadásban. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmaster rajongók, ma csak egy ilyen gyors jelentkezésnek lehetetek szem és fültanúi. Én még mindig Széltaló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Szevasztok!